A mesterséges intelligencia múltja, jelene és jövője áll egy Londonban most nyílt kiállítás fókuszában. Mi is az a mesterséges intelligencia? Egy science fictionbeli rémálom vagy az ember legjobb barátja? A Barbican Center tárlata azt a kérdést járja körül, hogy milyen érzés embernek lenni egy olyan korban, amelyben a technológia mindent megváltoztat. Susan Livingston vendégkurátor szerint a mesterséges intelligencia mostanra már zavarónak mondható az életünkben. Ez a kiállítás remek alkalom arra, hogy kicsit visszarántsuk ezt az egész tendenciát, és elgondolkodjunk, hogyan őrizhetjük meg emberi mi voltunkat, magyarázta. A művészeket, tudósokat, kutatókat összehozó kiállítás a középkorig tekint vissza, vagyis azokig az időkig, amikor az emberek elkezdtek vágyni az intelligenciájuk kiterjesztésére és megpróbálták gépiesíteni azt. A londoni tárlat augusztus 26-áig látogatható.